Jó estét kívánok! Kaposvár kiemelt célja az energiafüggetlenség elérése, az elszabadult energia árakat ugyanis így, illetve hatékony beruházásokkal lehet féken tartani. A szolgáltató pedig abban érdekelt, hogy környezetbarát és olcsó energia az eddiginél is több közintézményben legyen jelen, gazdaságosabbá téve működtetésüket és fenntartásukat. Ezért épül a városi zöld fűtőmű, amelyről ma este beszélgetünk, Zanatiné Ujic Zsuzsannával, a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT távfűtési műszaki vezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aki megy kifele a 67-esen, azért már láthatja az épületet magát, de nem csak ilyen eleme van ennek a beruházásnak, hanem az épületen kívül még ugye építkeztek a városban szerte. Mely elemekből áll össze maga ez a projekt? Hát igazából a kiinduló pontot kellene nézni, tehát azt, hogy a jelenlegi távfűtési hálózatunkra hol tud ez a fűtőmű rácsatlakozni. Ez pedig nem más, mint a 301-es jelű hőközpontok, a Kinizsi lakótelepen található ez a hőközpont. Ebben a hőközpontban lettek kialakítva azok a csatlakozási pontok, amivel ez a hőenergia, ami itt a biomassa fűtőműbe termelődik, az a távhőrendszerbe tud betáplálódni. Tehát a hőközpontunkat kellett átalakítani, és ettől a hőközponttól kiindulva pedig egy durván 1,9 km hosszan kifele a jelenleg lévő fűtőműhöz egy távvezeték létesült, amiben azt jelenti, hogy van egy előre menő és egy visszatérő vezeték, tehát egy vezetékpár, aminek az átmérője 300-as-nak nevezhető, amin kívül pedig egy ilyen földbefektetett, előre szigetelt távvezetékpár, és ez megy ki a fűtőműig. És azon a területen pedig ott áll a fűtőműünk. Maga a fűtőműbe pedig, ha jól tudom, ugye két kazán fog üzemelni, amelyeknek a állítólag a beszerelése, beemelése sem volt egy egyszerű dolog. Hát igen, igen, így van, tehát két ugyanolyan típusú kazán lett beépítve, mindegyik 7,5 megawatt teljesítmény, tehát az összteljesítményünk az 15 megawatt. És hát igen, tehát nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre az építkezés során, és igen, nehézségek adódtak. Tehát mindenki láthatta, hogy egy évvel ezelőtt már elkezdődtek az építkezések, de akkor még csak az épületnek a felépítése volt, és később került a kazánt, hogy le kellett gyártani, és ennek egy hosszabb átutási ideje van. Úgyhogy most itt megfordult a rendszer, mert egy ilyen erőművi építkezésnél általában megépítik az alapot, az alapra ráteszik a kazánt, és utána körbeépítik épülettel. Most nálunk ez fordítva történt, pont azért rövid a határidő, megépült az épület, és utána ezeket az elemeket be kellett tenni a megépült épületbe, és voltak ilyen nehézségek, hogy a tetőt ugye meg kellett bontani, többször kellett bontani, és azon kellett beemelni ezeket az elemeket, de hát minden jól sikerült, és most már minden rendben van. Azt is hallottuk, hogy a kivitelező gyorsabban is dolgozott az elvártnál. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen akár már tudna is működni maga a fűtőmű, vagy most még igazából az utolsó simítások zajlanak? Igen, a határidő az egész projekt befejezésére az október, tehát 2023. október 10 lenne, és de a próbaüzemeket, tehát azokat csak akkor lehet elvégezni, tehát a kazánnak az üzembejezése, az, hogy a hőt hogy táplálja be, mekkora teljesítménnyel tud működni, ezt csak akkor tudjuk kipróbálni, amikor erre igény van, tehát csak is a fűtési időszakban. És ennek a határidő ez február 28 volt. És elmondható, igen, tehát a próbaüzemek lezajlottak, rendben. Február 8 volt az első nap, tehát 2023. február 8, amikor hőbetáplálás történt a távhőrendszerbe, és akkor elkezdett folyamatosan. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen kazán beüzemelés, ez lépésről lépésre tud menni, a teljesítményeket is csak lépésről lépésre lehet emelni. Tehát ez egy hosszabb folyamat, nem olyan, mint egy gázkazán esete. Tehát itt ez egy lényegesen hosszabb időt kell, ugye itt az egész tüzelési technika másról szól, be kellett mindent állítani, megvoltak a mérések, mindenfajta mérés megtörtént, minden rendben van, és igen, üzemeltünk egészen. Április 1-ig működött ez a kazán, kisebb-nagyobb hőbetáplálása. Ez azt jelenti, hogy akkor már a vásárolt gáz mellé már ebből a fűtőműből származó hőmennyiség is betáplálódott a rendszerbe, tehát így már van. Egy kicsit elindultunk a megújuló energia felhasználás útján. Így van. Tulajdonképpen hogyan működik
ez a fűtőmű. Ugye azt tudjuk, hogy ipari célra már nem használható fa aprítékot fognak vásárolni. Arról, hogy lesz elég meg, hogy honnan, azt majd visszatérünk, de beszállítják ezt a fa aprítékot. Utána mi történik ezzel? Igen, tehát a folyamatot végignézzük, de mondjuk egy leegyszerűsítet szeretném csak elmesélni, hogy mindenki értse. Tehát először is az a kamionokkal beszállításra kerül a fa, ez meg lesz mérve. Tehát ebből úgy kezdődik, hogy megmérjük, hogy mennyi fa kerül be a fűtőmű területére. Itt, hogy a fának a minőségi paramétereit is meg kell nézni, tehát megmérjük a nedvességtartalmát, és akkor ez a fa apríték vagy bekerül a napi tárolóba, vagy bekerül a heti tárolóba. A napi tárolóba bekerült fát pedig a étlétrás behúzó rendszeren keresztül bekerül a kazántérbe, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy kazán, rostélyokon megy ez a fa apríték, szép lassan három ilyen mozgatható rosté van, és így történik maga az égés. Szép lassú égés, igazából ez folyamatosan figyelve van, a kazán tűztérnek a hőfoka nem emelkedett egy meghatározott szint fölé, és az itt keletkezett ebben a kazántérben ilyen lassú égés, tehát azt biztosítják, hogy sokáig itt maradjon a füstgáz, tehát hogyha valami még hulladék meg egyéb van, az minél jobban le tudjon hullani a rostéra, és rostéból pedig ugye le majd a tartályba, ahol a salakot gyűjtik, és ez a füstgáz pedig elkerül egy kazánba, tehát egy ilyen csöves hőcserélőt, vagy kazánt képzeljünk el, amiben az van, hogy vannak csövek, a csövekben folyik a víz, és mögötte pedig a füstgáz felmelegíti ebbe a csőben lévő vizet. Akkor a füstgáz utána a tisztítási rendszereken egy multiciklonon keresztül, és utána pedig elektrofilteren keresztül a kéményen kikerül a szabadba. Az a víz pedig, ami a kazánban, a csövekben van, az pedig felmelegítődik, és bekerül a távhőrendszerbe. Nem tudom, mennyire voltam. Abszolút. Amiről pedig beszélt ez a multiciklon, meg az elektrofilter, ez ugye ez az, ami megtisztítja ugye a füstgázt. Így a kéményen keresztül igazából szinte semmit nem fogunk majd látni, vagy talán nagyon hideg időben. Igen, valamit. Igen, látni lehet, azt a gőzpárát lehet látni. Tehát ez igen. Egy gőzpára lesz. Igen. Voltak ugye olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy túl közel van a házakhoz maga a fűtőmű. Ehhez képest mi is körbeautóztunk egy kicsit a környéken. A mohácsi fűtőmű az például egy lakótelepnek a közepén van. Megnyugtató választ tudtak-e adni minden olyan kérdésre, akiknek mondjuk aggályai voltak a működéssel kapcsolatban, hogy igen. Látja. Igen, természetesen bárki jött ezzel kapcsolatosan érdeklődni, meg tudtuk mutatni az előzetes hatásvizsgálatokat, és most már megvannak a mérések is, tehát azok még kedvezőbbek lettek, tehát nagyon örülünk, tehát még jobb adatok származtak, tehát igazából is látják az embert, tehát először nem tudták elképzelni szerintem, hogy ezt hogy is fog kinézni, de most már látják és tapasztalták, és igazából üzemközben, tehát működött már ez a fűtőmű, senkinek semmilyen problémája nem volt ezzel kapcsolatban. Voltak-e tanulmányúton erre arra, mert hogy Magyarországon azért most már így szaporodik az ilyen jellegű fűtőműveknek a száma, a határon túl pedig talán mondjuk, hogyha nyugatot nézzük, talán még több. Hát természetesen, tehát bármilyen beruházást csinálunk, mindig meg szeretnék nézni egy már működő, tehát a tapasztalatok begyűjtése az nagyon fontos, tehát hogy mire figyeljünk oda egy beruházásnál, mi felhívják a figyelmet, és voltunk itt a környéken is, tehát voltunk a Komlón, voltunk Mohácson, ahogy már említette, ezek mind fűtőművek, de azon kívül ilyen biomasszát erőművekben is használnak, és azokat is megnéztük, tehát mindenfajta tapasztalatot próbáltunk összegyűjteni. De azt kell mondani, hogy ezek ugye régebben épültek. Magyarországon mostában nem nagyon épültek fűtőművek, ezért a legújabb fűtőműveket is megnéztük, és Eisenstadtban, tehát ennek a kazánnak, a Politechnik kazán, ami ide bekerült, ennek egy ugyanolyan típusát meg tudtuk nézni Eisenstadtban, és ott láttuk még azokat a dolgokat, amiket nekünk fontosak voltak ahhoz, hogy ez a beruházás jól készüljön el. Tehát az, hogy mondjuk a kaposvári az ennyire új, mert hogy említette, hogy régebb óta nem épültek ilyenek Magyarországon, akkor mondjuk a mi technológiánk az még modernebb, még újabb, még környezetbarátabb, lehet mondani? Tehát ebben jobbak vagyunk? Mindenképpen, tehát a technikai fejlődés az mindenképp látszik ebbe a mi fűtőművünkbe, tehát ez a hatásokból is megmutatkozik, tehát ez egy olyan paraméter, ami nagyon fontos, hogy az egységnyi bejutó energiából milyen hatásokkal tudjuk mi előállítani a hőt, tehát ezek mind magasabb értékek, mint ezekben a korábbi fűtőművekben. Azon kívül a környezetvédelmi előírásoknak is jobban megfelelnek, tehát az egyre szigorodó, tehát az szigorodó környezetvédelmi előírásoknak is jobban meg kellett felelniük. Itt még plusz egy olyan, a korábbi tervünkben nem volt, tehát még, hogy még jobb hatások legyen, tehát hőhasznosítás is van a füstgáznak a visszakeverése, hogy az égési levegőt is már felmelegítjük, tehát még nagyobb
hatásokat tudtak ez így elérni. A projekt indulásakor nyilatkozott arról, és ez nagyon megütötte akkor az én fülemet, hogy a távfűtésben élő, vagy távfűtéses lakásban élők is profitálnak ebből, mert hogy a lakásuk értéke is növekedni fog a beruházás által. Miért? Hogyan? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy energetikai tanúsítása minden egyes épületnek és lakásnak, és van egy ilyen tényező, ez most nem tudom mindenkinek mit fog mondani, primer energia átalakítási tényező. Tehát, hogy ez a legvégén ezzel van megszorozva, hogy az épület, hogy milyen hatékony az a lakás, az épület, hogy mennyi megújuló energiát, kapcsolt energiából, vagy egyéb másból, vagy gázból, vagy villanyal, tehát hogy történik az ő hő felhasználása. És mivel, hogy itt megújuló energiát használunk mi fel, így ez a tényező, ez egy sok javul, és így az ő lakása egy ilyen hatékonyabb épületét, az energia tanúsításával egy sokkal jobb eredményt fog elérni. A faapríték, térjünk erre vissza. Ugye ipari célra már nem használható, ezt mindenhol hangsúlyozták, tehát igazából levezhetjük ezt hulladékfának? Vagy ez még egy feletti lépcsőfok, tehát ez még egy minőségi faalapanyag, amit már nem tudnak felhasználni. Honnan veszik ezt be, meg honnan lesz elég alapanyag, van-e megfelelő számú beszállító? Somogyról beszélünk, tehát itt működik ugye a SEFA, gondolom ők lesznek a legnagyobb partnerek. Igen, az erdészeteknél mindig keletkezik, vagy úgy hívják ők, tehát ők egy fenntartható erdőgazdálkodást folytatnak, és mindig ebből az erdőgazdálkodásból mindig keletkezik egy olyan növekmény, amivel nekik gazdálkodniuk kell. Tehát nekik ez egy folyamatosan évről évre jelentkező feladat, és már régebben is beszélgettünk az erdőgazdaságok, felajánlották, hogy nekik van, itt hát nagyon erdősűrűt ez a mi területünk, ezt mindenki nagyon jól tudja, tehát erről a területről, hogy nekik van olyan alapanyaguk, amiket ők már, ahogy mondta, egy ipari célra nem használható, de valamit célszerű lenne vele kezdeni, és hogy nem gondolkodunk abban, hogy mi ezt itt a távhőbe alkalmaznánk. Tehát ez 2003-tól elindult ez a beszélgetés, csak sajnos sosem volt olyan pályázati lehetőség, hogy mi egy ilyen fűtőművel gondolkodhassunk. Tehát itt a mi környezetünkből származik. Ők most ezt a fajta fa aprítékot most más fűtőművekbe és erőművekbe kell, hogy elszállítsák, tehát teljesen logikus, hogyha mi itt vagyunk, akkor ez a szállítás, ugye, tehát mi közelebb vagyunk, tehát nem kell ilyen messze szállítani, és van bőven ilyen apríték. És ráadásul gondolom ezt kamionokkal viszik, tehát hogyha mondjuk nem kell elautóztatniuk más megyékbe, akkor a környezetvédelem itt is előtérbe kerül. Pontosan. A pályázatot említett igazgatóasszony. Milyen pályázatból valósul ez meg? Mennyi pénzt nyertünk rá? Kellett-e hozzá önerőt rakni? Vagy teljes egészében pályázati összegből valósul meg maga a beruházás? Hát ezt úgy hívják, hogy KEHOP, tehát Környezetenergia Hatékonysági Operatív Programon belül egy EU-s pályázat, aminek államilag kiírt pályázatról van szó. Hát nagy örömre elmondhatjuk, hogy ez egy 100%-ban támogatott pályázat, egy 4,56 milliárdos beruházásról beszélünk, és ebbe a költségbe, keretbe bele is tudtunk férni, ez is nagy öröm, ebben a mostani gazdasági helyzetben is. Felírtam magamnak azt, hogy ki fogja üzemeltetni, nyilván ugye a vagyonkezelő ZRT, de hogy azon belül kell-e új embereket fölvenniük, átképezniük a saját embereiket, mennyiben más ez mondjuk, mint ahogy eddig üzemeltették a jelenlegi kazánjaikat? Hát igen, ez nekünk is egy kihívás számunkra igazából, mert egy gázkazán üzemeltetése, egy faapríték tüzelésű kazán üzemeltetése az merően eltérő, de a saját kollégáinkkal, tehát a jelenleg a fűtőműben működő kazán kezelőkkel és fűtőkkel oldottuk meg azt, hogy most a próbaüzem idő alatt, mert ugye ezt a három hónapot ezt mondhatnák arra, hogy ez most próbaüzem volt, és az igazi üzem az majd a fűtési időszakban fog elkezdődni. A jelenlegi létszámmal biztosítottuk, hát ami idáig nálunk nem volt, maga az aprítéknak a mozgatására, ugye ahhoz kellett nekünk egy olyan kolléga, aki ezt az emelőgépet tudja használni, igazából csak őt vettük fel plusz embernek, a többit a sajátból oldottuk meg, de még várhatóan megnézzük, hogy szükséges-e még ezen nekünk korrigálnunk.
Felírtam magamnak még egy kérdést, hogy mit fogunk majd érezni akkor, hogyha teljes üzemben, teljes kapacitással elindul a fűtőmű, de hát akkor igazából sok mindent nem, mert hiszen akkor már februártól áprilisig már tapasztalnunk kellett. Kellett volna valamit, tehát igazából akkor az ökkenőmentes átállás lesz, vagy azt várják? Mindenképpen, tehát mindenképpen az lesz. Maximum annyit lehet még érezni, tehát még nagyobb biztonságot érezhetnek a távhőben a lakók, mert most már nem csak a gáz, tehát a jelenlegi kazánházunkban, hogy a gázból tudjuk biztosítani a hőt, hanem most már van nekünk egy falpirítőtüzelésű fűtőművünk, és ha bármelyiknél valami probléma, mind a kettő ki tudja segíteni. Tehát még nagyobb biztonságot érezhetnek, azt nem tudom, hogy lehet érezni, de egyébként más nem fogod érezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten találkozunk ismét. Viszontlátásra!